És hát csütörtök van, ilyes formán egy sztár van itt velünk a konyhában, Ivancsics Ilona művésznő, és Gere Ágnes van itt, a Ivancsics Ilona és színtársai marketing munkatársa. Szervusztok, üdvözöllek benneteket. Szia. Beszéljük meg gyorsan, hogy mit főztök. Te most éppen almát reszelsz. Igen. Én készítem. Mert hogy a te kedvenced. Igen, én készítem az édességet mára. Ez egy csicsiféle rétes lesz, almás túrós rétes. Úgyhogy csicsiféle? Csicsiféle, igen. Ez egy nagyon régi recept, amit én már évtizedek óta készítek, és hát remélem, hogy ízleni fog itt is. És te mit készítesz? Én egy pikáns szószban készülő csirkét, illetve párolt zöldséget, valamint rizset hozzá, barna rizset. Na, ez lesz az én ételem, azt hiszem, mert ebben van hús. Igen. Nem mintha azt a rétest majd nem kóstolnám meg, de beszéljünk egy kicsit a munkáról, hiszen saját színházad van most már, és helyetek is van. Igen, igen, igen. Hát most már elég régóta, 10 éve, több mint 10 éve működik a színházunk, és most Ágival azért vagyunk itt együtt, mert mi az irodában Szentendén nagyon sokat szoktunk együtt főzni, és úgy gondoltam, hogy akkor most egészítsük ki egymást, akkor mutassuk meg, hogy mit tudunk ketten. Igen, ez mindennapi szokás. Mindennapi szokás, így van. Vagy Ilona, vagy én főzünk. Igen, megmutatjuk. És nagyon örülök neki, hogy Ági fia, 20 éves lányként nagyszerűen tud főzni, úgyhogy a... De ez jövő... úgy működik, hogy bementek reggel a színházba, hogy akkor... Az irodába, egy kicsit, van egy irodák Szentendrén. Színházazunk is, kicsit szakmázunk, dolgozunk, de persze, mellette meg főzünk. És pihenésképpen főzünk, és aztán délben azt el is szoktuk fogyasztani. Igen, igen. És hogy egy kicsit a színházra visszatérjek, szóval Szentendrén vagyunk 7 év óta, tehát ott van az állandó játszóhelyünk, és most őszóta egy új helyre költöztünk, Szentendrén a Balcsai színpadra. Ez egy sokkal barátságosabb, kisebb, családiasabb hely, úgyhogy meg vagyunk, dolgozunk, bérletes előadásaink vannak, bérleten kívüli előadásaink vannak. Milyen előadások? És most a legutóbbi előadásunk a Skót Mámor, ami egy francia vígjáték, aminek egyébként Ági készítette a jelmezeit, mert jelmeztervezőként is debutált nálunk. Te ilyen mindenes vagy ott? Igen. Mindent csinál, így van, polihisztor. Segítünk. És például ez az előadásunk lesz most február 10-én Szentendrén. Bardóczi Attila fordította, ő is játszik benne, Jantyik Csaba, Kőkényesi Ági és Nagy Enikő a négy szereplő, ez a legújabb előadásunk. És aztán miről beszéljek még? Jó, nagyon, hát nagyon, a Jókai Anna emléktől. Nagyon szeretnék, igen. Ugye Anna sajnos elment, és 4 éve mutattuk be Fejünk felül a tető című színdarabját, aminek a főszereplője vagyok. Nagyon szeretem ezt az előadást, és most elindultunk egy emlékturnéval, ami azt jelenti, hogy nagyon szeretnék még azokra a helyekre eljutni az előadással, ahol nem voltunk, akár országhatáron kívül belül, és bízom benne, hogy még sok helyre hívnak bennünket, és ebben az évben, vagy jövő év elején még ez megtörténhet. Hát nagyon fontosnak tartom, hogy így Anna emlékét életben tartsuk, és mert helye van a magyar színpadon Jókai Annának, azt gondolom. Így igaz. Térjünk vissza egy kicsit erre a csirkére, hogy ez hogyan készül. Azt látom, hogy a hagymát meg a paradicsomot már felkockáztad. Igen, ez egy viszonylag egyszerű recept egyébként. Üvegesre fogom pirítani első körben a hagymát, majd rárakom a paradicsomot. Nem, először a csirkét, egy picit, amikor megfehéredik a csirke, rárakom a paradicsomot, sózom, borsozom, hagyom egy 5-10 percig puhulni. Ezek után hozzáadom a narancslét. Narancslét. Igen, ettől ez pikáns, ugye, hogy ez paradicsomos történet. Ugye a paradicsom az teljesen elfül benne, tehát hogy egy krémes állaga lesz. Illetve a legeslegvégén adok hozzá egy kis vajat, és ezzel egy picit pikánsát tesszük még. Párolt zöldség, simán megpároljuk a zöldséget, sózzuk, borsozzuk, tehát hogy ez egy ilyen semlegesebb történet, és a rizssel még egy kicsit, hogy laklatóbbá váljon az egész. És a rizs az... mikor kerül hozzá, vagy az hogyan? A rizset külön elkészítjük, picit megpirítom, utána pedig ugye a vízben fokozatosan púl, és egyszer csak kész lesz, és együtt tálaljuk a hármat. Jó, hát ezt nyilván meg fogjuk kóstolni a végén. Remélem, és ízleni fog, szeretjük. A rétes az hogy készül? Az almás túrós rétel? Igen. Nem összeteket. Ez egy érdekes párosítás azért. Nagyon az jó, két íz, majd meglátjátok, nagyon finom, és az az érdekesség, hogy nem tekerjük össze a rétest, hanem lapokban van lerakva, alulra réteslap, túró, megint réteslap, alma, megint réteslap, túró, vagy lehet, hogy nem jól mondtam, na mindegy, ki fog derülni a végén. Középen van a túró, rosszul mondtam. Egy elmondani sokkal nehezebb, mint csinálni, ugye? Tehát tulajdonképpen egy ilyen rakott dolog, és végén egy kis olajjal megkenni a tetejét, és fel fogjuk kockázni.
kockázni, és nagyon finom lesz szerintem. Mi már tegnap próbafőzést csináltunk az irodában, és nekünk íz lett. Remélem, nektek is fog. Mennyire édes ez a dolog? Nem annyira, mert én nem nagyon vagyok. Olyan fanyar, savanykás, nem nagyon vagyok cukorkedvelő, úgyhogy egy ilyen egészséges, jó kis étel lesz, pont kellemes lesz. És nem hízlal annyira. Annyira. Az nagyon jó, de hát nyilván a rétes tésztem, hogy ugye ez nem gluténmentes. Nem. Jó. Nem. Baj. Hát akkor... Gluténmenteset fogyasztat csak? Akkor ja, én nem. Ja, én mert megijedtem, mert csak akkor nem... Van egy-két akkor... olyan kollega, aki igen, és ők is szeretnek azért ilyenkor lejönni a végén a konyhába. Hát ez nagyon kis vékony. Na, hát én akkor azt javaslom, hogy dolgozzunk tovább. Egy kicsit itt maradok veletek. Ha tudok valamit segíteni, akkor nagyon hát szívesen. És elkészültek ezek a gyönyörű és gondolom nagyon finom ételek, hát ezt majd adás után derítjük ki, Ivancsics Ilona és Gere Ágnes, sziasztok! Beszéltetek arról, hogy ti az irodában mindig megbeszélitek, hogy na akkor most menjünk főzni. Miket szoktatok ott főzni a színházban? Teljesen vegyes mondjuk, én nem igazán a hagyományos konyhát viszem, hanem inkább nagyon kevés húst fogyasztok, fehérjét, tehát ilyen tejfehérjét nem, tehát én inkább egy másik irányvonalat képviselek. Ági nagyon-nagyon jó főz, és nagyon gyorsan hagyományosabb ízeket, meg ilyen egzotikus, különleges ízeket, úgyhogy így pont kiegészítjük egymást. És hát aztán mondom, ízlik az enyém, és így nézek rá, hogy ugye ízlik? Mi más mondani? Mert más mondani. A főnök ugye nem mondja azt, hogy nem. De mikor szoktátok ezt megbeszélni? Beültök reggel 8 órakor az irodába, és akkor valamit főzünk? Nem reggel 8 órakor kezdünk, tehát mi is egy hagyományos színház vagyunk, reggel 8-kor még nem megyünk be az irodába, de megyünk, elkezdünk dolgozni, átbeszéljük a napi teendőket, kimegyünk, kávézgatunk, közben váltunk néhány szót, egyébként folyamatosan a munkáról beszélünk. Már hogy azért kérdeztem egyébként. De egyszer csak rájövünk, hogy éhesek vagyunk, akkor megbeszéljük, hogy tök jó lenne enni valamit, és akkor szétnézzünk, hogy mi van a hűtőben, a fagyasztóban. És ja, az hogy alapján... így, hogy hűtő-fagyasztó, mert ez ott azért akartam kérdezni, hogy hát ahhoz be kell vásárolni, tehát most együnk egy jó marhapörköltet, általában azért szokott lenni a hűtőben. Igen, mindig van valami. De ha nincs semmi, Ági abból is kitalál valamit. Igen, mindig találok valami rejtett dolgot, és ugye az éjség nagyon, és az ember elindul, és addig keresgél, még nem tud valamit összedobni. És végül kiderült egyébként, hogy akkor hogy kell a lapozást csinálni, mert igen. Elmondani középen elég nehézkes volt. Középen van a túró, és a alul és felül pedig az alma, és akkor az alma savanykássága ezt a túrót. Tehát a kettő egy nagyon jól kiegészíti egymást, és nagyon-nagyon kevés cukrot tettem bele, ilyen eritritol, tehát nagyon kellemes, és szerintem egy nagyon jó kis sütemény, de hát természetesen meg kell kóstolni, és kíváncsian várom a véleményt. Hát meg fogjuk mondani mindenképpen majd adás vége, vagy adás után. Milyen zöldségek vannak ebben a párolt zöldségköretben tulajdonképpen? Hát a hagyma az alapja. Erre került sárgarépa, fehérrépa, gomba, illetve cukki. Gomba is van benne? Gomba, persze. Imádta. Nagyon szeretjük a gombát, finom, egészséges, bár nehezen emészthető. És egy icipici petrezselyemmel bolondítottam meg a végén, pici sóbors, de ugye olyan intenzív a húsi hozzá, hogy alapvetően nem kell nagyon-nagyon-nagyon ízletesnek venni, elég, hogyha kiegészíti. És akkor azt mondjuk el még egyszer, ugye beszéltünk arról, hogy mitől lesz pikáns ez a csirkehús? Hát ugye egyrészt az iszonyat mennyiségű borstól, ami beleszaladt. Rossz oldalán nyitottam. Spontaneitástól lesz ez pikáns, jó? De én nagyon szeretem a borsot, úgyhogy remélem, hogy ti is. Én is. Illetve a paradicsom és a narancs harmóniája teszi igazán pikánsá ezt az egészet. És itt van neked a hús, látod? Igen, egy olyan végre, nap nem csak végre. Zöldet eszel. Van édesség, és neked van hús is. Nagyon szépen köszönjük. Füleltem ám, hogy azért mindenből lehet mindig valamit rittyenteni. Bizony, nekem is van a hűtőmélyén dolog, abban nem lehet semmit csinálni. Nem biztos. Azért érdemes a lejárati dátumot is megnézni, hogy neked van belőle. Köszönjük szépen.